Előfordul, hogy képeinken vannak olyan részletek, amelyeket szeretnénk eltávolítani. az ilyen eltávolításokat retusálásoknak hívjuk. Ebben az esetben a fiú arca tele van pattanásokkal, amit szeretnénk innét most eltüntetni. Az eltüntetésre, a retusálásra többféle módszer is rendelkezésünkre áll. Talán a legegyszerűbb az lenne, amit már mondjuk Paintben is lehetett használni, hogy kiválasztunk a képről egy részletet, mondjuk egy színes foltot, például itt az arcának ezt a pontját, a szín kijelölővel, ezzel a color pickerrel kijelöltem, most ez vált az aktuális színné, és simán ecsettel le fogom festeni az arcának ezeket a hibás részeit. Igen, nem csak ennek az lesz az eredménye, hogy az egész arc olyan lesz, mint hogyha egy rajzfilm figura lenne, teljesen természetellenessé válik, hiszen egy embernek az arca nem ilyen. Ha most megnézzük az egészet, rögtön kitűnik, hogy ide valamiféle beleavatkozás történt a képbe, tehát ezt a módszert nem fogjuk tudni alkalmazni. Vissza is vonom, és nézzünk egy másik módszert a Paintben már tanultuk és néztük, hogy lehet egy képnek bizonyos részletét kiemelni, és azt a részletet alkalmazni a kép egy másik részén, tehát újra berakni. A Pixelerben ez a klón pecséttel valósítható meg, tehát hogyha a klón pecsétet kiválasztom, utána beállítom, hogy mekkora foltot szeretnék klónozni, itt ezzel a csúszkával lehet ennek a méretét meghatározni, meg egyébként a, a formáját is meg lehet határozni, most maradjunk egy ilyen kör alakunál. A klónozásnak az élességét, minél kevésbé éles természetesen, annál élethűbb lesz a beillesztés, meg egy csomó másféle más beállítás is van, de most ezt egyelőre hagyjuk. Tehát kiválasztom mondjuk ezt a viszonylag nagy foltot, tehát legyen egy 250 pixeles átmérőjű kör. Ide a source-ra kattintok, és kiválasztok egy helyet, ahonnét mintát szeretnék venni, például innét a nyakából. És most, amit leklónoztam, ezt a területet, ahova kattintok, mind oda fogom beilleszteni. Csak ezzel most az a probléma, hogy pontosan lemásolja az eredeti helyet, ha most rákattintok, látszik, hogy honnan szedte az eredeti helyet, és emiatt ez az egész kép megint csak borzasztóan természetellenes lesz. Bár, igaz ami igaz, eltűntek róla a pattanások. Csináljuk ezt most vissza, és nézzük meg, hogy mi lesz itt az igazán jó megoldás. Az igazán jó megoldást ebben a hill eszközben fogjuk ö, megtalálni. Ez eltávolítja a foltokat, a nem kívánt objektumokat, és kitisztítja a képet. Tehát ezt fogjuk ö, választani, és ránagyítunk itt egy hibára. Kattintok egyet, és nézzük meg, mi történt. Eltűnt a pattanás. Most ezt visszavonom, és nézzük meg, hogy hogyan is történt. Itt van ez a kör, a körnek van a középpontjában a, a célkereszt. Ezzel az eszközzel az fog történni, hogy a célkereszt közvetlen környékét olyan színűre fogja állítani, mint a kör többi részének az átlaga. Tehát itt erre rákatintok, és eltűnt a pattanás. Egy másik hibával ugyanezt meg tudjuk tenni. Abban az esetben azonban, hogyha mondjuk ezt a nagyobb Pattanást szeretnénk eltüntetni, erre most rákattintok, és ugyan eltűnt a közepel, de azért ez nem az igazi. Ennek az az oka, hogy nem volt elég nagy az a kör, amiből az átlagot kellett számolni. Ehhez itt a Size beállításnál érdemes egy nagyobb átmérő kört választani, persze nem túlságosan nagyot, és most kattintva már teljesen jól fogja kiavítani a hibákat. Tehát itt ezzel szépen végig lehet menni az arcnak azokon a részein, amelyekből ki akarjuk szedni a problémás részeket. Arra persze figyelni kell, hogyha túlságosan nagy a folt, akkor ilyen nagy, egybefüggő, megint csak természetellenes foltocskákat fog létrehozni a program. Tehát nem érdemes túlságosan nagy foltok, folteltávolításokkal foglalkozni, vagy próbálkozni, hanem mindig pontosan akkorával, amekkora az adott hiba eltávolításához szükséges. Ezen kívül még érdemes azt is figyelembe venni, hogyha a körünk, ez a javítókör, kilóg például itt az állából, és ezt a hibát szeretném, ezt a dupla pattanást szeretném innét eltávolítani, akkor ez az ábra így bele fog harapni az állába, ez, ez nem jó. Ezért ez ilyenkor mindenféleképpen kisebb Kört kell választani, tehát ezt most visszacsinálom, kisebb átmérőjű hibajavító eszközt választok, és most fogom a hibát eltüntetni. Tulajdonképpen néhány kattintással, néhány percnyi munkával ez kiavítható. Most egy picit megállítom a videót, és közben eltávolítottam a foltok nagy részét az arcáról. Nézzük meg, mire használható még például a klón pecsét. Itt van a képen néhány olyan rész, például ezek a feliratok, amikre esetleg nincsen szükség. Rákattintok a klón bélyegzőre, itt adott a source, és ecsetnél ebben az esetben például ki lehet választani a négyzet alakú ecsetet, és itt kattintok egy mintakattintást. és ezt a mintát beillesztem ide a képnek erre a részére, és már el is tüntettem onnét a szöveget. Ugyanez megcsinálható itt a nyakánál is, ebben az esetben nyilván érdemesebb inkább a kör alakút választani, talán egy kicsit lágyabb szélűt, ebben az esetben egy kicsit nagyobbat, innét a Source gombbal választok egy mintát, és egyszerűen kiavitom, tehát eltüntetem onnét ezeket a feliratokat, a pólójában ne, nem beletörölve, itt a pólójával valami más megoldást kell végeznünk, nagyítsunk rá, és menjünk oda le, és megint a clone billentyű source, kicsit kisebb kört választok, és veszek egy mintát, innét, és a probléma itt az lehet, hogy a mintába belelógott maga a szám is, és ezért történik az, hogy ilyen foltossá javítja, tehát itt ezeket vissza kell vonni, és még kisebb átmérőjűt választok, source, és megpróbálom eltüntetni. Amikor valaminek a határvonalát kell eltüntetni, akkor érdemes a mintát úgy venni, hogy pont az is egy határvonal legyen, egy tiszta határvonal, tehát mondjuk innét veszek a pólójának és a nyakának a határáról egy mintát, és ez, ezen a ponton próbálom ezt így beilleszteni. Természetesen egy ilyen javítás, egy ilyen retusálás, ez, ez sok munkát és sok odafigyelést igényel. Nem biztos, hogy néhány perc alatt ezek a feladatok tökéletesen elvégezhetők, de ha néhány percet rá akarunk fordítani egy kép kitisztázásához, akkor tulajdonképpen ez így elegendő is.